Több korosztályban indultak, szombaton délelőtt kezdődött az OCR, azaz az akadálypályafutás versenyszám. A Bregyóközi Regionális Atlétikai Központban megrendezett verseny célja az országos bajnoki cím eldöntése volt az U15-ös és a junior korosztályok számára, valamint verseny lehetőséget biztosított az U17-es korosztály számára. Az országos versenyhez a fehérvári sportolóknak Mészáros Attila alpolgármester kíván sok szerencsét. Az öttusa ötödik sportágáról még 2022-ben született döntés. Az eddigi lovaglást az OCR akadálypályákra cserélték le. Belák János, a Magyar Öttusa Szövetség utánpótlásért felelős szakmai vezetője elmondta, a változás szerinte jó hatással volt az öttusa népszerűségére. Ez egy nagyon népszerű sportág az utánpótláskorú versenyzők körében, ezért is nagyon nagy a motiváció a felkészülés során. Ez a szakmai munkát, a műhely munkát mindenféleképpen erősíti, illetve egyfajta vonzó erőt biztosít, hogy újabb sportolókat tudjunk megnyerni a szakosztályoknak és a magyar öttusának. Az idei olimpián ugyanaz eredeti fennállásban szerepelnek majd a versenyzők, de a 2028-as Los Angeles-i világversenyen már az OCR versenyszámban bizonyíthatnak a sportolók, a magyar válogatott fiatalok pedig már gőzerővel készülnek az akadályokra. A sikeres fehérvári sportolók az elmúlt időszakban is számos nemzetközi versenyen értek el szép helyezéseket. Az OCR-ben egészen más izomcsoportokat edzünk meg, mint például egy futás vagy egy vívásban. Itt főként az erőre van szükségünk és a megfelelő technika elsajátítására. Technikákat meg gyorsítani még mindig lehet rajta, de bízom benne, hogy azért sokat fejlődött így, meg fejlődtünk így idén 2024-ben ebben az egész témában, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy 2025-ben még sikeresebb lehet ez az egész. A szombaton megrendezett U15 négytusa és junior öttusa országos bajnokság, valamint az U17 Peridot Kupa öttusa versenyen az ország minden pontjáról érkezve képviseltették magukat a sportolók, az egészen kicsiktől a válogatott versenyzőkig.